Jó estét kívánok, köszöntöm a Hajrá nézőit. Néhány napon belül két trófeát is a magasba emelhettek a Deac női futsal csapatának tagjai. Előbb a Magyar Kupát, majd az élvonalbeli bajnokságot is megnyerték a debreceni lányok. A kupadöntőben az Astrát verte 1-0-ra az egyetemi csapat, a 3 győzelemig tartó bajnoki fináléban pedig a Tolnát múlták felül. A duplázásról beszélgetünk Üveges Katalin játékos edzővel. Szervusz, köszöntelek nálunk. Szia. Hát mindenekelőtt gratulálunk ehhez, mert azért önmagában már a kupa is nagy szó volt, de hogy ezt még meg tudtátok fejelni a bajnoki címmel, ez meg pláne bravúr. Mennyire volt ez benne? Mert emlékszem rá, hogy azt nyilatkoztad a szezon előtt, hogy a minimum az, hogy valamilyen érmet szerezzünk, de azért gondolom, hogy ezt te se gondoltad, hogy ebből két arany is összejöhet. Álmodoztunk róla, hogy megvalósulhat a két trófának a begyűjtése. Nyilván itt a bajnokság tud úgy alakulni, hogy nagyon sok apróságon is elmehetnek mérkőzések, illetve nagyon hosszú időszak a bajnokság is, és a Magyar Kupa is ugyanúgy. Tényleg ott egy bekapott gól dönthet ilyen sorsokról. Szerencsére mentálisan erősek tudtunk maradni a verseny szezon végéig, és ott felül tudtuk múlni a döntőkben is az ellenfeleinket, de nagyon fontos mérkőzéseket, győzelmeket szereztünk, és hát tényleg még fel se fogtuk, hogy itt tartunk, és hogy sikerült bezsebelni mind a két kupát. Mentálisan ez azt jelenti, hogy mondjuk akár a nagy tét ellenére is a fejben a lányok tudtak koncentrálni, erre utalsz, hogy mentálisan megértek erre, esetleg erre a sikerre? Igen. Ugye nálunk sok olyan játékos van, akik még először szerepeltek a bajnokságban, illetve döntőben, vagy csak egy éves tapasztalataik vannak. Nagyon nehéz felkészülni mentálisan ilyen mérkőzésekre, mert sokkal taktikusabbá válik a játék, sokkal nehézkesebb, ilyenkor megremegnek a lábak. Nehéz a jó döntéseket ilyenkor tényleg előszedni, nem olyan felszabadultak vagyunk, de nagyon jól kezelték a lányok, nagyon profináltak hozzá, és nagyon jó volt látni azt, hogy ilyen éretté váltak így az évek alatt, és tényleg ezek az eredmények mind azt bizonyítják, hogy úgymond megérkezett az egész csapat. Mostanában érett meg a csapat erre, vagy mondjuk csúnya kifejezéssel ez egy kifutott eredmény volt? Vagy azt mondod, hogy ez már tényleg benne volt most a csapatban? Tavaly az NB1-ben másodikok lettünk, ott ugye törölték a bajnokságot, nem tudtuk sajnos befejezni, de én úgy éreztem, hogy ott még nem értünk meg arra, hogy mondjuk ilyen sikereket elérjünk, holott a tabellállása szerint ott voltunk, de nem éreztem ennyire kereknek a csapatot, ennyire egésznek, és most egész évben volt bennem egy ilyen érzés, hogy ha valakikkel, ezzel a csapattal most bármit elérhetünk, és most kompletten megvagyunk a szakmai háttért tekintve, vagy hátteret, a minden pozícióban tudtunk erősíteni, és ez pont erre volt elég, hogy ilyen szinten kimagasló eredményeket stabilan tudjunk elérni. Na jó, de akkor innentől kezdve mondhatjuk azt, hogy az elvárás lesz veletek szemben, hogyha te azt mondod, hogy ez a keret erre képes, akkor ez lesz a célkitűzés minden évben innentől kezdve? Hát a dobogó mindenképp, eddig is ugye az volt kitűzve, tavaly is, hogy dobogósok legyünk, de most már merünk tovább álmodni. Tudomásom szerint a keret maradni fog, amennyiben tényleg így fog történni, akkor elvárás lesz valószínűleg. Egy-két lánnyal fogunk még tudni erősödni, még ezen felül is, de alapvető dolgokon nem fogunk változtatni. Nekem mindig az az elvárás, hogy nyerjünk meg mindent, hogyha lehet, és szerintem a lányoknak magukkal szembeni elvárása is lesz majd ezután is. De a vezetőség sem gondolja ezt másképp. Hol tart a női foci most, egy picit globálisan kérdezés azon belül ti? Ugye azért azt látjuk, hogy az MLS is egyre több pénzt fordít rá, most is olvastam, hogy a következő szezontól még inkább növelik majd a támogatást. Fel tudunk nőni mondjuk a nemzetközi színvonalhoz, mert azért látjuk, hogy a női bajnokok ligájában már olyan színvonalú meccsek vannak, hogy valóban nézhető, már bocsánat, hogy így fogalmazok, tudunk haladni ezzel, és mondjuk nekünk mi lehet a célkitűzési Debrecen szinten? Mi egyfajta lokálpatrióták voltunk, úgy gondolom, hogy Magyarországon nagyon ritka, hogy ilyen kiemelkedően foglalkoznak a futszállal, a női futszállal, de a férfit is ugyanúgy említhetem, mert szintén elegergőik nagyon jó eredményeket érnek el. Az egyetem az egy nagyon jó hátterünk, és szintén a szakma is megnyilvánul benne, hogy hozzáértő emberek dolgoznak itt.
Női futszál terén sok javulás nem várható most sajnos a szövetség felől. A női nagypályás labdarúgókat, azokat jobban támogatják, a futszát egyelőre még mindig nem vették úgy elő. Ez bennem egy hiányérzet is, hogy próbálunk egy színvonalat fenntartani, vagy javítani. Rengeteg munkánk van benne, és azt látom, hogy ez globális országos szinten is javult az elmúlt 20 évben, amióta ebben a sportágban vagyok. Viszont nem látom azt a nagy növekedést, amit mondjuk a női nagypályás labdarúgóknál lehet látni. Nyilván az egy népszerűbb sport, a Nemzetközi Szövetség jobban támogatja, még nálunk ugye a női futszában BL még sajnos nincsen. Ez lenne a következő lépés szerintem, hogy nemzetközi szinten egy olyan versenyrendszert alakítsanak ki, amivel a többi országot is tudják majd motiválni, és ezáltal majd a többi egyesület is sokkal több pénzt tudná áldozni bele. Nem lehet egy menekülő út a nagypálya? Tudom, hogy teljesen más sportágról beszélünk, de azért nálatok is vannak olyan lányok, akik nagypályáznak is, hogyha jól tudom, ugye a futszál csapatban, hogy esetleg a Deasznak nagypályás női csapata is legyen? Nekem ez 3 éve egy ilyen tervem, álmom, vágyam, hogy ugye az akadémián is dolgoztam a kiemelt U19-es lányokkal. Nagyon szeretném, hogyha ez idén megvalósulna nyáron, hogy el tudjunk indítani egy MB2-es nagypályás felnőtt női csapatot, mert most egy olyan korosztály van kinövőben, akik a második helyen szerepelnek, és úgy néz ki, hogy meg is fogják szerezni az ezüstérmet. Őértük mindenképpen érdemes lenne elindítani a nagypályát, és hogy ezzel egy példát tudjunk mutatni, vagy lehetőséget tudjunk biztosítani azoknak a lányoknak, akik a középiskolából kikerülnek, és tényleg legyen hova fejlődni akadémia szinten is. És akkor a kettő egymás mellett, vagy előbb-utóbb áttagozódtok nagypályásba, hogy képzeled el? Mondjuk a futszál az kitűnő kiegészítő sportág, azt úgy tudom, ugye a nagypályáshoz képest. Igen, nekem a filozófiám, hogyha van valaki nagyon tehetséges játékos még futszában, és érdeklődik a nagypálya iránt, akkor számomra is elsődleges szerep, hogy ő ott tudjon elhelyezkedni, még akkor is, hogyha szükségünk lenne rá. De sokkal több lehetőséget látok még nemzetközi szinten a nagypályában. Aki viszont itt érzi otthonosabban magát, és úgy tehetséges, őt meg tárt karokkal mi várjuk a futszában. Nem tudom, hogy mennyire lehet összeegyeztetni a kettőt. Azon a szinten, ahol most mi tartunk futszában, tehát, hogy kondicionális edzések is vannak, ugye délelőtt, délután labdás csapatedzések, oda már nem fér be mondjuk egy nagypályás képzés, illetve fizikálisan is teljesen mást igényel, más a terhelés, nagyon nagy a sérülés veszélye miatt, illetve a versenyeztetés, a hétvégi mérkőzések teljesen összeegyeztethetetlenek szerintem. De mindenképp jó lenne, hogyha két olyan csapatot el tudnánk indítani, amelyik ugyanolyan színvonalas tudna lenni, és ezeknek a lányoknak meg lehetőséget tudna biztosítani. Van-e utánpótlás? Már úgy értem, hogy mondjuk elég érdeklődő fiatal lány ehhez a sportághoz, mondja, anélkül nehéz hosszú távon fenntartani, hogyha nincs meg a feláramlás. Szerintem egyre több az érdeklődés. Ugye amikor a MB2-be felkerült a Deac nagypályás férfi csapata, akkor nekünk kötelező volt elindítani is az U14-et, 6-ot, 9-et női szinten is. A két korosztályt sikerült is, ráadásul olyan létszámmal, ami nem is gondoltunk volna, hogy ekkora keretünk lehet majd, ráadásul jól is szerepelnek a lányok. Próbáljuk ezt majd megtartani, ezeket az utánpótlás csapatokat, mert tényleg nagy az érdeklődése, tényleg egyre nézhetőbb, ahogy mondtad is, élvezhetőbb az elmúlt évekhez képest, és jó látni azt, hogy például nekünk is a mérkőzéseinken a szurkolói brigád is ő általuk alakul ki sok esetben, hogy ezek az utánpótlás csapatok tényleg jönnek nézni minket, és tiszta szívből szurkolnak. Úgyhogy úgymond egy ilyen kis család is kialakult, kicsit ilyen belterjesen, de jó ez, hogy ilyen összetartóak vagyunk. Mi vár rátok a nyáron? Mennyi pihenőt adsz a játékosoknak? Gondolom az ünneplés az már megvolt, innentől kezdve a pihenésé a főszerep, de meddig? Igen, ünnepeltünk mind a két hétvégén, egy héten belül, hál' Istennek ez megvalósult. Most 2 hét pihenő van a lányoknak, sok a sérülés, meg így is tényleg úgymond összedrótozva álltunk ki sok esetben.
Két hét pihenő után pedig majd heti egy alkalommal megtartunk egy-egy edzést, ami ilyen szintfenntartásra jó, de még mindig a pihenésen van a hangsúly, meg a rehabon. Júliustól pedig már jön a nyári időszak, amikor a Balaton néha főszerep, és nagyon sok strandlabdarúgó bajnokság torna indul, ahol mi most már állandó résztvevők vagyunk. Augusztustól pedig ott már mindennapos képzés lesz majd a programunk. Na hát akkor további sok sikert kívánok, vagy azt mondom, hogy soha rosszabb szezon, mint az idei nektek. Köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm. Kedves nézőink, ez volt a Hajrá mára. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!